Erre mondják, hogy 100%-os teljesítmény, hiszen tavaly írták ki először a Németh Ferenc fotópályázatot, amelyet csípőből megnyertél, aztán idén megint. Tehát gyakorlatilag nem tudsz hibázni. A tieden kívül láttál te még erről az ominózus zsóri góról más képet? Nem, nincsen. Tehát ez teljesen véletlen volt, vagy illetve szerencse volt, hogy ez a kép, ez nekem van meg. Igazából az a története, hogy hárman ültünk egymás mellett, és hát nekem volt csak olyan szögben, hogy látható volt. Tehát mindenkinek takarásban volt a kép. Azt ilyenkor érzi az ember, érzi a fotós, hogy na ez megvan. Igen. Tehát, hogy pont ez volt, hogy ott ültem, és akkor ugye ollózott, azt láttam, mennyivel látom így a gépen keresztül, és ahogy így nyomtam, ez megvan. De az, hogy most másnak megvolta, vagy nem, tehát hogy ez így, az akkor így nem jutott eszembe, sőt, utána sem. De azt tudtam, hogy ez a kép, ez megvan. Nyilván sokat dobott a kép értékén az, hogy Zsóri megnyerte a Puskás díjat a FIFA gálán. Abszolút, ugye ennek az volt az előzménye, hogy az év gólja is lett. De hát nyilván ez egy, ahogy mondanám, semmi extra kép, tehát ilyen képet láttam az idén hármat is, ami az NB1-be készült, de hát igen, a körítés az, ami megdobta ezt, mert tehát másnak is volt az idén már ollózós képe. Ez akkor így jó pillanatban, jókor jött ki. Magyarország egyik legjobb sportfotósáról elnevezett díjat nyered el Zsinórban most már másodszor. Azt gondolom, hogy ez egyfajta büszkeséggel kell, hogy eltöltsön egy magadfajta szakembert is. Ez mindig nagy büszkeséggel tölt el, főleg azért, mert azért a Feri bácsit ismertem is, bár akkor én még nagyon-nagyon kezdő voltam. Úgyhogy én nagyon örülök ennek, de jövőre nem pályázok. Miért? De azt gondolom, hogy ez tényleg szerencse. Szóval, hogy mint ahogy tavaly is, szerencsém volt annak, és meg volt a története annak a képnek, mint hogy mindegyiknek van, de nem vagyok egy ilyen pályázós. Tehát most is az utolsó pillanatban az egyik ismerősöm hívott fel, hogy tudom-e, hogy van az idén megint ilyen, és hogy akkor adtam ebbe képet, és akkor mondtam, hogy nem tudtam róla, de hogy akkor hogy van ez, és akkor néztem utána a neten, hogy konkrétan az utolsó percben adtam be a képet, úgyhogy így történt. Szoktam követni ezeket a pályázatokat, de igen, örülök meg, ez tényleg nagy büszkeség nekem, hogy ezt a díjat így megkaphatom az idén másodszor.